Bombariadó miatt több belvárosi épületet kellett kiüríteni Nyíregyházán péntek reggel. Nem sokkal 8 óra után a Kossuth tér is megtelt a városházi dolgozókkal, hiszen többek között a városházát is kiürítették. Az épületet rendőrök biztosították, senkit nem engedtek be. A megyeházánál is bombariadó volt, valamennyi ügyfél és dolgozó a Hősök terén az épület előtt várakozott. Ott a megyeházi biztonsági őrök és a rendőrök biztosították a helyszínt. A törvényszéket is kiürítették, több rendőrautó állt reggel az épület előtt. 8 óra 5 perckor a rendőrség vonult ki hozzánk nagy erőkkel. Állítólag odaérkezett az információ, hogy bejelentés arról, hogy a nyíregyházi közintézményekben, így a bíróságon is bombát helyeztek el. A rendőrség, amikor kivonult nagy erőkkel, megkezdték az épület átvizsgálását. Ehhez a bíróság dolgozóinak, illetve az ügyfeleknek el kellett hagyni az épületet. Információnk szerint ez az egész egy olyan 3/4 óráig tartott. Tudni kell azt, hogy a Toldi utcai bírósági épületbe is megjelent a rendőrség. Ott 8:45-től tartott az épület átvizsgálása, ott egy szűk órát vett ez igénybe. Nyilván az lehetett az elkövető szándéka, hogy megzavarja a bíróság működését, de jelentem, túl sok haszna nem lehetett, mert egész pontos információt tudok arról mondani, hogy a Bocskai úti épületben 8:30-től 8 tárgyalás volt kitűzve, és ezeknek döntő részét megtartották. Információm szerint egyetlen egy tárgyalást tudták olyan módon megzavarni, hogy az elmaradt. A megyei rendőrfőkapitányság interjút nem adott, az esettel kapcsolatosan telefonon annyit mondtak, a bejelentés kacsa volt, egyik nyíregyházi épületben sem találtak bombát.